76 szakmai szervezet áll a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja elnevezésű kamionprogram mögött. Az ő irányelveik alapján történnek azok az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szűrések, melyek ma ismét elérhetővé váltak a Kecskeméti Városháza parkolójában. Ennek köszönhetően akár előregisztráció nélkül is részt vehettek Kecskeméten mindazok, akik egészségük megőrzése érdekében, vagy betegség megelőzési szempontból csatlakoztak az egészségvédelmi roadshow szűrőprogramjához. Az egészségünk az egyik legfontosabb értékünk, mondhatni a kincsünk, jegyezte meg Engert Jakabné alpolgármester, aki a város nevében köszöntötte a prevenciós programot. Kecskemét város mindig is elkötelezett az egészségvédelem, az egészség megőrzés érdekében, hiszen ennek támogatásaként biztosítjuk az egészségfejlesztési irodánknak a működését is, ahol rengeteg hasonló program nyilván kisebb méretekben jelen van különböző eseményeken. Testsúlyméréstől a csontok ásványanyag tartalmát is feltérképező vizsgálatokon át, a szemészeti mérésekig, vagy a bőr hidratáltságát, fagyú tartalmát ellenőrző vizsgálatoktól, a dohányosok szénmonoxid, illetve véroxigén szint méréséig, mintegy 50 féle vizsgálatot igénybe tudtak venni az érdeklődők, amint össze körülbelül fél órát igénylő vizsgálatok során. Azonnal, ingyenes, azonnali eredmény, vagyis valós kép az egészségi állapotról. Röviden így foglalta össze az alpolgármester asszony a szűrőprogramot. Külön köszönet, hogy az elmúlt 5 évben, ahogy itt említettem már, hogy 5 alkalommal részt vettek városunkban, és ha csak arra gondolok, hogy ez alkalmanként 100 ember, akkor azt gondolom, hogy egy komoly szám, az mellett, hogy még aki komolyan foglalkozik az egészség megőrzésével, és megkeresi a városban adott lehetőségeket, ez egy óriási lehetőség. A mobil diagnosztikai központban látványos anatómiai bemutató és életmód tanácsadás is folyt, emellett több kísérőprogram is szélesítette a kínálatot, mint például a gondosóra program, 65 év felettieket megcélzó ingyenes jelzőkészülékes szolgáltatás, melyről a holnapi adásunkban hallhatnak bővebb információkat.